Fafián Fable, a Pepita macska. Kettő. Szultán is sírogat. Hogyne, hiszen nem elég, hogy megáradtak a nyálkahártyái, és alig is sejti, mi történik körülötte az úton, miközben lopott kocsit vezet, még a zsaruk is a nyomába Tehető arról, hogy nem látja a kilométer órát. Talán kicsit gyorsabban hajta megengedetnél, de ha egyszer képtelen kontrollálni, hiszen jó formán világtalan. Istenem, foászkodik enyhén megilletődve, Hajszára így kezdődött, meglehetősen drámai ez a szerelem, ő legalábbis gyakorta könnyezett tőle, és lám, most sem tesz egyebet. Kénytelen lerázni a zsarukat, és ez nem is esik nehezére, hiszen alig érzékeli, miket művel a dühös darazsak rajzására emlékeztető utcai forgalomban, ellentétben üldözőivel, akik egy cseppet sem vakok, tehát nem eléggé bátrak. A rendőrök lemorzsolódnak, üvöltő szirénájuk kifullad, Szultán átadhatná magát a tűnődésnek. Mivel Sántáloz már nem mehet, az áruló szimórhoz pedig akkor sem zörgetne be, ha egy fejszét kellene kioperáltatnia a kuponyájából, elhagyja a lopott furgont. A legközelebbi sikátorban betér egy lakóház pincéjébe, csepegő, szennyvízcsövek és apatikus csavargók közé. Leroskad egy penészes roncsomóra, és végre felitatja a könnyeit. A csavargók nem törődnek vele, mivel éppen fogadásokat kötnek, valahányszor megzizzennek, vagy felzuvognak a fejük fölött futó, kócba bugyolált csövek, unottan tippelgetnek, mi folyhat az emeleti lakásokban. Két versenyző találgat, a többiek pedig megszavazzák, melyikük feltételezésében hisznek inkább. A nyertes üres sörös dobozt kap jutalmul, amely nem csak egy piaci értékkel bír, mióta a fémdobozokat visszaváltják. Ez szerencse játék rabjai, olykor egész napi gyűjtögetésük eredményét elkutya vetjélik, és reggel bizony megint a kukák között kell kezdeniük a napot, hogy összeguberálják a betevőjükre valót. Ez alkalommal különösen hosszantartó, tartó, niagara-szerű zobogás megy végbe, a mélán csöpögő, meg megremegő csövekbe. Vége a kriminek, és az egész ház egyszerre könnyít magán, vélekedik az egyik játékos, az, aki előtt kisebb halomsörös doboz hever. Francokat, Beti ellentársa. Nem krimi volt ez, hanem valamelyik TV folytatásos. A mai fejezetben derült ki, hogy a szerelmesek nem kelhetnek egybe, ezért a srác az éleple alatt megszögtette a lányt. Reggelre kerve döbbent rá, hogy tévedésből a nagybamát ragadta el a házból, de már nincs mit tenni, mert közben megérkeztek a lagatlan szigetre, és elsülyeztették az egyetlen csónakot. A meghatott nézősereg ürítette ki a telebőgött vödröket, kompótostálakat. Az egyik csavargó lehúzza a cipőjét, és előveszi belőle a bélésként szolgáló napilapot. Akkurátusan széthajtogatja, majd a gyérvilágításban áttanulmányozza a tévéműsorokat. Végül eredményt hirdet. A folytatásos nyert. Szultán nem szentel komoly figyelmet a játéknak, rabulaitik emlékei. Szánalmasan kezdődött. Már nem is emlékszik a történtekért teljes joggal okolható nő nevére, csak lila körmeire a bige akkora műkörmöket viselt, hogy képtelen volt rendeltetésszerűen használni a kezét, ujjait. Ezért aztán egy pálcát hordott magával, azzal piszkálta el, vagy közelebb, a megérintendő tárgyakat. Nem csak a köröm és a pótvégtag volt mű, ő maga is a féle műanyag bige volt. Azon az estén mégis rohanni kellett hozzá, mert szótára telefonálva öngyilkossággal fenyegetőzött, és bizony félő volt, hogy végül tényleg kárt magában, amilyen suta azzal a pálcával. Hát ezokból került szultán a formás középtermetű lány mögé az estéli utcára. Megcsodálta körömcipős lábát, könnyű lépteit, majd egyre gyorsuló futását, még nem rájött, hogy a szép lábú előle szalad, megijedt tőle. Gondolta, megelőzi, hát akkor megnyugszik, de a lány remek sprinter volt. Kisvártatva szultán már azért hajtott, nehogy szégyenben maradjon, a lépcsőházban már már sikerült maga mögött hagynia a körömcipőst, ám ekkor szörnyű dolog történt. A lány gáztámadást intézett ellene, és miután lefújta, még átvezetett rajta egy erőműre való áramot is, végezetül pedig rendőr és orvos kézre adta. És még volt képe bemenni hozzá a kórházba. Hogy milyen képe volt, azt nem nagyon figyelte meg, mert azért sem fordult felé. Egy folytában azon tépelődött, mi lesz, ha ez kitudódik, ki fogja őt alkalmazni mint testőrt, virgoncot, akit egy közelharcban képzetlen illető, pláne nő, simán kikészíthet. Szultán szégyenkezett, ezért aztán majdnem kiugrott a bőrnadrágjából, amikor azon az estén ráismert a nőre. Riadalma nem tartott sokáig, ám csak hamar ismét kiújult, úgy a második légyot magasságában, midőn azon kapta magát, hogy kezd bele szeretni a szép lábúba. Pont ő, ki zsenge korában megfejtette a nők évezredes titkát. Semmi az egész, a nő nem más, mint hiúság lerakat. Önmagától saját szépségétől indul be, ezért eszes férfi ember nem strapálja magát. Hosszú intellektuális levelekkel nem idéz fejből kantól és prusztól, mivel ez mind nem érdekli a bigét. Néhány jelentőségteljes pillantás, halk sóhaj, és a megbámolt teremtés kikövetkezteti Bájai ismét letaglóztak egy szerencsétlen pasast. Ezen aztán beindul, és senki nem állíthatja meg. Önmagát hergeli veszett gerjedelemre. Valósággal be belesöpri a férfi embert az ágyba. Megzizzen a szennyvízcső szultán feje fölött, Finoman kaparászó, kopogás hallatszik. Az egyik játékos megjegyzi. se homokot ürítenek. Ellenfele mást gondol. Néféldék bodzabogyót vacsoráztak. A társaság az első tippelőnek ad igazat, újabb sörös doboz kerül a szerencsésebb versenyzőhöz. Szultán elhessenti magától szerelmetes emlékeit. Ki kell leszelnie, mit tegyen. A doki sosem lett volna olyan hülye, hogy magára nyissa a kipufogógázt. Jó lehet, abszolút szolgált az öngyilkosságra is, sokkal valószínűbb az a feltevés, miszerint megölték a nyomorultat, és ő szultán lesz a következő. Igen, most alszik egyet, majd friss fejjel kigondolja, mit lépjen. Voltak éppen azért jött, hogy ellenszérumot szerezzen a dokitól. Kitől szerezze meg, ha ő halott? Reggel szultán felpislant a rongyok közül, lelkesen felörül, lát. A látvány már kevésbé dobja fel, mivel néhány egyenruhás zsarú áll a pinceajtóban. Szigor gyakorlatot tartanak a mogorván tápászkodó csavargóknak. Gumibotjaik elelsülnek, menekülés közben szultán is kap egyet a hátára. Az utcán rendbeszedi öltözékét, öt ujjal megfésülködik, közben azon töpreng, hol is hagyta el a táskáját. Talán Sántánál. Igen, kellemetlen. Ez esetben ismét találkoznia kell vele. Ekkor belehasít a fájdalom. Távol létében hitvese elvált tőle. Ennyit ér a mértuszkoszorú alatt lány, párás ajkáról elrebbenő fohász, miszerint férje mellett marad jóban-rosszban, bajban, betegségben, a sírig. Szultán benyit a megfelelő szaküzletbe, és megáll a komoly tekintetű eladó hölgy előtt. Napszönyveget szeretnék, mondja. Megtapogatja a zsebét. Szerencsére a hitelkártyája nem veszett el. Milyen célra? Érdeklődik a hölgy. Mit milyen célra? Rezen fel Szultán. Milyen célra óhajtja a napszönyveget? Nem is tudom. Lehet vele gordonkázni? sövénynyesni. A hölgy még inkább elkomrodik. Máj már olbá fest, mint holmi egyszemélyes gyászmenet. Nem is csoda, hiszen lépte nyomon meggyalázzák a hivatását. Sportoláshoz lesz? kérdezi fogcsikorgatva. És ha igen, milyen féléhez? Vízi, avagy sísporthoz? Netán autóvezetéshez? Ugyanis az önválasz számúlik, hogy milyen színű és érzékenységű üveget kínálok. A hölgy mély lélegzetet vesz a fontoskodás folytatásához. Szultán ezt a pillanatot ragadja meg a választatásra. Nos, mimikréhez lesz, Szeretném, ha az Úristen sem ismerne rám. Tart ilyenféle szemüveget a kollekcióba? Néhány perccel később kilép az utcára. A napszemüveg eltakarja arca jelentős részét, szóltán ellenőrző pillantást vet egy tükrös kirakatra, és úgy találja, nyugodtan tovább átszászhatná magát. Így hát belép a legközelebbi sapkaboltba. voltba. válogat. Füles sapkát vegyen? Á, az túl meleg. Testvérek között is legalább 25 fok van odakint akkor talán bojtosat, kockásat, pomponnal, sváciasat, serifeset, nos olyan kell, ami eltakarja gyűrűs tincseit. Csak hamar az eladó idegeire megy, ezért alkalma nyílik felpróbálni egy madárfészek formadarabot halván illat tül, kap még néhány eszemet modellt, végül tarkójára omló, fekete vászon távozik, melynek napellenzője egy kisebb kávéház teraszát is leárnyékolná beül egy étterembe, és zaklatottan megrekelizik. Mindenkiben titkos ügynököt lát, aki az ős skalpjára áhítozik. Minél élénk a fejét, annál kevésbé tudja, mit tegyen. Alig, hogy megérkezett, már is veszélybe került. És miért? Mert olyan barom volt, hogy nyíltan odahajtatott a doktorházához. Az éj leple alatt kellett volna megejteni a vizitet. Ha csöp esze volna, besúran az épületbe, és átkutatja a néhai mikrobiológus dolgozószobáját, amit már Nyilván gondosan átkutattak ő előtte, és különben is honnan tudhatta volna, hogy a doktor halott. Egy biztos, nem ő a hibás, hanem sántál, igen. Ha nem intéz vegyi támadást az otthonában tartózkodó vendégsereg ellen, akkor ő, szultán, előbb-utóbb lefegyverzi és vallatóra fogja a két barmot. Aha, és akkor? Biztosabban tudná, hogy meg akarják ölni. Holott ő teljesen vétlen. A véletlenek direkt összeesküdtek ellene. A, ha az a lökött pasas, kinek testőré összegődött, máshol rendezi beszállását, és nem abban a dzsungelbéli faluban, ahol azok a katonaféle emberek is, akkor ő, szultán, sosem is kerül bajba. B. Ha a mikrobiológus nem is le magát, vele együtt, úgy a szívét sem önti ki elé. Ha ez nem történik meg, neki fogalmasan volna honnan ered a különös járvány, amelynek kitörése gyanúsan egybeesett a katonaszerű társaság hirtelen távozásával. Szultán beköltözik egy moziba. Úgy gondolja, legfeljebb csak estig, nem tovább. Végig ül három filmet, vagy háromszor ugyanazt, nem tudhatja, mivel másút jár az esze. Alkonyatig semmit sem tehet. Sántán megpróbál úgy viselkedni, mint más közönséges napokon. Besétál a Harmónia klubba, üdvözli kollégáit. A 40 kilós kínai masször, Websternek hívják, talpikófehérben kávézik, mint a különösen komplikált magbél készülődne. Szercs az aerobik oktató szolárbarnán, délcegen, mélyen kivágott atlétában, falatnyi nadrágocskában ül egy íróasztal tetején, épp úgy, mint egy ugrásra készülő leopárd. A hozzájáró nők rendre kiszeretnek a férjükből, kedvesükből, hogy érte epethessenek. Kár, mert az alkalmazottak felesküdtek a főnöknek, hogy vendéggel soha. Kárla, az éjszakai telefonügyeletes, ki olykor ütött kopott molylepkére, máskor pedig Marilyn monroe emlékeztet, fáradt most sóhajjal áll fel a székről. Végre, nyögirekedten, gyógyért és enyhet nyújtottam, vagy száz vérző léleknek, a pokolba küldtem egy De Neked mi bajod van? Úgy festesz, mintha a parkban aludtál volna. Bemertnél a gurú előadására, rád férne. Francba, morogja sátán. Ki vele mi van? firtatja Kárla, ezen a reggelen inkább mai pillésen. Az extra álmodtam, füllenti a lány, nem szívesen mondaná ennél többet. Hát ez semmi jót nem jelent, hangzik a válasz. Amikor egymás után három éjjel az anyósomról álmodom, biztos, hogy a negyed nap megjelenik két teli bőröndel. Fordulj Kármenhez, majd ő megmondja, mivel űzheted el a bajt. Mondjuk, kezdj és szúrt keresztül néhány tucat tűvel. Ha komolyabb a helyzet, keverj fasírtot, Tégy bele néhány száz szört bakmacska bajszából, három-négy finomra reszelt egeret, aztán etesd meg az egészet a pasassal. Kárlá, most menj haza, sóhatja Sántál. Ő nem igen hisz Kármen gyógymódjaiban. Hidd el, egyik tipje sem híreség. Nem mondom, avatatlan fülnek talán kisé meredeken hangzanak az ötletei, de eddig még mind bejött. Legutóbb mit adtál az anyósodnak? Érdeklődik Sántál udvariasan. Félő, hogy lefordul a székről, hiszen egy percet sem aludt. Nem volt szükség Kármenre, a gyerek merő humorból csordulték töltötte a palacsintáit kristálycukorral. Az öreg lány rágott, rágott, és egyszerre csak agyrázkódást kapott. Szegény, sóhatja gépiesen Sántál. Kárla ráribval. Te csak nem sajnáld az én anyósomat. Sántál álnokul, nagy szemeket mereszt. Te tényleg azt hitted, hogy őt sajnálom? Rád gondoltam. Megjelentél lelki látószervem előtt, amit borogatod, majd pedig járni tanítod a lábadozó öreg A látószerv említésére eszébe jut, mit tett este. Sírva fakad. Karla összegapodja a holmiait. dúzokba indul az ajtó felé, a kilincsel a kezében még visszaszól. Ne is tagad, láttam, hogy az anyósomat sajnáltad. Sátál felszárítgatja a könnyeit, és helyet foglal a telefon mellett. Kedden mindig ő tartja a lelki szolgálatot, valamint olykor ünnepnapokon is Egyelőre nem kell hívásra számítani, korán van még. Az emberek csak fogmosás és reggelizés után figyelnek fel, szűnni nem akaró lelki bajaikra, előbb alig a ragadnak telefonkagylót. Akármint is lesz, valahogy kibírja ezt a napot, holnap pedig repülőre ül, és szás társaságában elutazik a kongresszusra, nem messze, csak ide Afrikába. Amikor főnök nője közölte vele az utazás hírét, megörült a társaságnak. Rajong Szerzsért, különösen a levegőben, Jól lehet az aerobik oktató macskaszerű mozgása, lányos affektálása, puha gesztusai enyhén idegesítik. A Harmónia Klubhoz hasonló intézmények szakemberei minden esztendőben összegyűlnek egy kongresszuson, hogy átadják egymásnak tapasztalataikat. Miért pont Afrikában? Azért, mert tavaly Ausztráliában találkoztak, akkor Carla és Webster képviselte a klubot. Serge a lány elé tesz egy pohár kávét, és visszavonaklik a helyére, a szomszédos íróasztal szélére. Santál felpillant az ajtó fölött lógó táblára. A mennyország a pokol kapujánál van, Szent Ferenc. Mielőtt megint felsírhatna, megszólal a telefon, ám nem lelki segélyügyben. Egy női klubnak érdeklődik a napi programok iránt, és Santál készségesen tájékoztatja az előadások témájáról, időpontjáról. A hölgyet felcsigázza, hogyan legyünk napra készen szexabilesek, című foglalkozás, Közli, hogy már is indul. Újra megcsörren a telefon. Szimur hangja hallatán, Sántár rajta kapottnak érzi magát. Hogy vagy? kérdezi a férfi. Jaj, ha tudnád! Valami baj van? Úgy sem tudnád kitalálni. Ilyen szörnyűség még a legvadabb álmodban sem kísértene. Rettenetes dolog történt. Esetleg rátérhetnél az esemény részletezésére. Ha így folytatod, a legvégén még idegösszeroppanást kapsz, mutat rá Szimur türelmesen. Már is abban vagyok, Miért is nem vagy mellettem ilyenkor? Azért, mert tegnap reggeltől ma délig én vagyok az ügyeletes baleseti sebész, de itt órák óta nem történt semmi tragikus esemény. Csak ülök a tojásaimon, mint egy tyúkapó. Nos, elmondod most, vagy eláll estig. A problémám, szipogja Santa, meg sem próbáltad kitalálni. Szimúr felsóhajt. Nem vagyok az az ember, aki minden tévék vízbe betelefonál. Ki nem találhatom, mi lehet az a rémség, ami ennyire feldult. Hall kis le a hangod, és gyógy a fülembe. A marémség nem mi, hanem ki. Így sem jössz rá? Sejtem már, lehet, hogy Saddam Hussein jelentkezett a Hogyan küzdjük le agresszív hajlamainkat című foglalkozásotokra. Esetleg a férfiakat védő liga bomba merényletet helyezett kilátásba arra az esetre, ha továbbra is a dühöngő feminizmus jegyében működtetitek a klubot. De talán a főnöknőt úgy döntött, hogy lesúrolja magáról a hímvért, és oltárhoz vezet egy férfit. Jaj, Szimón, szultán jött! Sántál végtelenül megkönnyebbül. Kint van. A férfi felsóhajt. Ez még nem a teljes ideg összeomlása. De te szerte szórt néhány zsák csirkelábat a saján Vagy mai napság másképp működik a humor érzéke? Úgy sem találod ki, mi történt. Sántál örömmel látja, hogy kollégái kivonulnak az irodából. Amikor bejött a lakásba, ráfogtam a könygásprét. Nem volt otthon viszki és aprós És milyen nagyszerű, hogy kéznél volt a flakon, mert perceken belül becsörtetett két gigantóit stukkerrel, és meg akarták ölni szultánt. Ekkor kifújtam a palasz tartalmát, hajnalig szárítgattam a könnyeimet. Mit szólsz? Elég élethűen el tudom képzelni a jelenetet, és mi lett a többi szereplővel? Szultán levetette magát az erkéről, és úgy hallottam, elhajtott egy kocsival. A gigantoidok utána rohantak. A zsaruk mit mondtak? Nem szóltam nekik, nyögi alány. Néha az idegeire megy szimor praktikussága. Ennek a pasasnak olyan sok esze van, hogy egyszer még eltéved a saját fejében. Na jó, és azután mi történt? Semmi, semmi nem történt. Képtelen vagy beérni ennyivel? Három év távol lét után hazalátogatott az exférjem, férjem Megajándékozott egy vacak szőrme alattal, amit szerintem idejövet szeret ki egy kukából. A nagy nálam felejtette a táskáját is, és nem a szeme, hanem a hóna alól. Vissza fog jönni. Bizonyára nem ok nélkül hagyta nálad a cuccát. Most ki a szennyesét, magattól is a szedbe juthatott volna. Részvétlen vagy. De nem irántad. Estére asztalt foglaltattam az úgy, mint otthonban. Sántál felsikolt örömében. Hogy sikerült? Azt hittem, tíz évre előre elkelt minden asztal. Jaj, de jó! Szimón megköszörült a torkát. Szerinted hányan leszünk? a vacsorán? Szultán miatt ne aggódj. Azt hiszem, tegnap éjjel rendesen összetörte magát, hiszen az óráig sem látott a könnyektől. Ha nem ment neki valami falnak, akkor lelőtték a gigantoidok. Most nyugodt vagy? Különben megtalálta a képeret a hálószobámban, nagyon felháborította a hűtlenséged. Az enyém? Firtatja szimúr. Ilyen precíz a pasas. A tied? Értem, hétkor várlak az étteremben. Ott leszek. Sántál csak ül és bámul papíruszra írt okosságok ékesítik a falakat, mint például elválni annyit jelent, hogy az egész ágyban elnyújtózhatsz. A kicsi irodában összezsúfolt íróasztalok mindegyikén egy-egy nagy doboz papír uralja a főhelyet. szersdobozát dobozát a zsebkendő rendeltetésére utaló felirat díszíti. Bömbi rongyi. Az aerobik oktató élőszóban is ilyenféle nyelvezetet használ, ráadásul enyhén pösze. Viszont az a hír járja róla, hogy eddig még minden repülőgép lezuhant, amelyet ő lekésett. Első azért mulasztotta el a gép felszállását, mert a várótermi mosdó előterében homokosságra gyanús egyének csoportosultak, és a körmöket tisztogatták rugós késsel. És bár Szercs tökéletesen úgy hat némelyekre, mint a ha hajlamú volna, nem az. A manikűröző fickók láttán visszeredtent a WC ajtóból, és neki indult, hogy buzimentes mosdót keressen. Eközben gépe felszállt, majd kisvártatva lezuhant másodészben az utolsó pillanatban döbbent rá, hogy megfeledkezett édesanyja könyörgéséről, miszerint nem haza hazamenni Milánóból, Giulio házi készítésű kagylós raviolia nélkül, ám ha mégis megcselekszik, akkor felnyásaltatik és ízekre tépetik. Szersteát egészséges életösztöntő űzve kitakszizott a külvárosba Giulio vendéglőjéhez. Mire a raviolival tömött dobozzal megérkezett a repülőtérre, járat a cserben hagyta. Míg a következő gépre várt, befutott az előző végzetének híre. A mama, ki a rádióból értesült a légi katasztrófáról, felsikoltott. Az a hülyes ráz biztos megfeledkezett Giulióról, a jó Isten pedig beváltotta a fenyegetőzésemet, kiáltotta, majd sírva fakadt. Aztán fogta a mosófazekat és feltette a gázra. Mire a legkedvesebb pillangó mintás nyári ruhája varjú feketére festődött, hogy méltó viselet legyen a gyászban, Szerzs is hazaérkezett, hóna alatt az enyhén romlott szagot árasztó kagylós raviolival. Nincs, nincs mit csodálani ahhoz, hogy a mama égtelen haragra gerjedt, és fakan alatt fogott egy szemfiára. Ne ütögesz, édes! Miltatlankodott a 36 éves gyermek, némileg megütközve, közben a ravioli már-már már magától mászott a dobozból a tányérra. Ekkor már híre ment, hogy Cels nélkül felszálló repülőgépre ülni ugyanaz, mint kamikázének állni. Nem csoda tehát, -e a klub tulajdonosnője, Galia, akit maguk köz csak vehemenciának neveztek, minden repülő útjára magával vitte szerst. A, a megáltalkodott férfi gyűlölő hírében álló asszony remekül kijött az aerobik oktatóval, mivel egyszerűen képtelen volt őt férfi számba venni. Arról pedig nem vett tudomást, hogy legtöbb nőtársa éppen ezt a típust bálványozza, a puha mozgású, túl modorú, furán kamaszos lányos aglegény, ki csak is áldott lélek lehet, hiszen életkoradacára teljes odaadással csükk szerető édes anyám. Vehemencia pompásan belejött, miként szedje össze a megrögzött, késő jövőnek tekintető szercset, hogy időben kiérjenek a repülőtérre. Majdnem mindig sikeresen elhárította kis trükkeit, melyek segítségével az utolsó pillanatban mégis elcsellengett volna egy bájosz kis szuvenírt vásárolni a mamának. Mivel szercs valamiféle boldog önfeledtségben élt, már ami az időt és annak múlását illeti, ezért nem is lehetett zokon venni késéseit. Hanem egyszer elvágyat az éber vehemencia. Aztán hirtelen azon kapta magát, hogy nem ügyelt eléggé, és meglógott a kabalája. A drága szercs békésen bolyong valahol, és gőze sincs mit indított el. A gép utasai és személyzete még mit sem sejtenek a türemkedő vészről. Vehemencia ki akart menekülni a város de az őrök nem igen engedték, Végül már sikoltozva a birokra kelt velük, és mert férfi volt valahány, meg is átkozta őket. Szercs ekkor érkezett a tett helyre. Észlelte ő, -e, hogy szenvedélyes jelenet zajlik a közelben, de a forgatagban nem ismerte fel főnöknőjét, lefülelt terroristára gyanakodott. Így történt, hogy ő felült a gépre, és ezzel megmentette több száz utas, valamint a személyzet életét. Örjöngő főnöknője pedig a rendőrségen, majd a pszichiátrián töltötte az elkövetkező napokat végül pedig kénytelen volt hajóval hazatérni, mert ő ugyan nem repül nélkül. Sántál hiába is próbálja megfelelő mederben tartani gondolatait, azok mindóttalan visszakanyarodnak szultánhoz. Be kell látnia, hányatott szerelmük során nem túl gyakran kerültek tegnap estéhez hasonló helyzetbe. Végkövetkeztetés, szultán bajban van, és minden bizonyja a segítségre szorul. Eltökélít tehát, hogy a következő látogatás alkalmával sokkal barátságosabb lesz, nem azonnal rántja elő a könygázzal töltött palackot, kezdett neki inkább egy csésze teát, és megkérdezi volt Hitvesét, mit tehetne érte. Nincs menekvés, szép emlékei előhömpőjöknek. Az estély után többször is találkoztak, órákig bámulták és hallgatták egymást, szultán felhagyott kétértelmű szövegeivel, és Sántár csak maraggódni kezdett. Lehet, hogy a férfi egyáltalán nem is akar szexuális kapcsolatot létesíteni vele? Mikor ezt ügyes tapintattal szóba hozta, Szultán rávilágított, hogy egyáltalán nem betegségből kifolyólag ön megtartóztat, egyszerűen csak az irántai való tiszteletből kerüli az olyanféle közösséges témát, mint a szex. Mágiaként lángolt szerelmük. Mindazonáltal a beszélgetéseik, melyeket igen komolyan vettek, arról szóltak, hogy a házasság megöli a felek szabadságát, majd megöli magát a szerelmet is, ráadásul teljesen idejét múlt dolog. Kézenfekvő volt tehát, hogy összeházasodnak. A nagy lángolásban elkerülték figyelmüket az intőjelek, melyek a készfogó ellen szóltak. Sántár elsiklott a felett, hogy a kedvese testőr, és mint olyan, vele ellentétben, fegyverek és a testi erő él. B. Ebből következett, hogy míg ő a szelídebb műfajokhoz vonzódott, a férfi majdnem mindig valami akciófilmre váltott jegyet, vagy olyan koncertre, amelyhez a rohamrendőrök is felsorakoztak vízágyukkal, vérebekkel, rabomobilokkal. C. Ennek a vaskos férfi világnak más a vallása. Itt a nőnek engedélyezett szerep, meglehetősen egysíkú. D. Tehát szultán valamiféle dőfös büszkeség megszállottja, az ő számára ideális nő legyen szép, de az is komoly előny, ha ráadásként sült hülye és süket néma továbbá félvak valamint az is feltűnhetett volna Sántának, hogy ez a talpik férfias jelenség mégiscsak az anyjánál lakik. Emetény tény ismeretében egy éber nő messze menő következetésekre juthatott volna. A. Kedvesen nem önfenntartó, egy rabszolganővel él közös fedél alatt, aki tökéletesen kiszolgálja őt. B. Nyilvánvalóan fogalma sincs, miként kerül az étel az asztalra, és mi történik később az edényekkel, azaz szerinte az élelemszerzés egyetlen lehetséges módja az, az ember leül a tányérhoz és bekanalazza annak tartalmát. C. Tehát mosogatót, mosógépet, porszívót, tolseprűt közvetlen közelről sem látott. Sántának meg kellett volna fontolnia a döntő lépést, de azzal hessendette el a figyelmeztető jeleket, hogy a legtöbb egészséges ifjú az anyja mellől nősül meg, mégis némelyikük egészen jól megtanítható néhány kevésbé komplikált háztartási tennivalóra. Az például már eleve minden ifjú tudja, miként működik a televízió, no a viszonylag kevesebb újdonsült asszony jön rá az első hónapok során, mi módon vegye rá hitvesét, hogy legalább a vécére ne hurcolja magával azt az istenverte távkapcsolót. Sántának még az sem szúrt szemet, hogy szultán vonakodott bemutatni őt szülőjének, de akkor már gyarakodva fel kellett volna kapnia a fejét, amikor a férfi hírt hozott otthonról, miszerint anyja kijelentette, nála visolk nem lakhatnak. Ez két dolgot jelenthet. egy, A mama talpra esett független nő. kettő, A némber közönséges hárpia. Általában az utóbbit jelenti. A sorozatos figyelmetlenségek következtében roham léptekkel közeledtek a készfogóhoz, a ma alkalomhoz, amikor is hivatalos pecsétet üttetnek fatális tévedésükre. Ezt megelőzően Sántál bemutatta Szultánt a családjának, annál is inkább, mert együtt akarták bejelenteni, az esküvő után ott fognak lakni, még elegendő pénzük lesz ahhoz, hogy megfelelő lakást szerezzenek maguknak. Az ismerkedési zsúr előkészületei heves izgalomban zajlottak. Sántál anyja, akit lánya kisé félre tájékoztatott a jelöltel kapcsolatban, lázasan tett vett a konyhában, mint a legalábbis a Velszi herceget várná dinerre, és közben utasításokat kiabált Sántálnak, miként tegye a nappalit hangulatosabbá, varázslatosabbá. A lány titkon belátta, hogy talán enyhében kellett volna fogalmazni a szultán külsejét, képességeit, várható karrierjét illetően, de mivel a szerelem hevében alaposan túl aranyozta kedvese alakját, csendesen engedelmeskedett izgatott anyjának. Ennek következtében körülbelül 30-szor vittát át az álló lámpát a hintaszék jobb karja mellől a bal oldalra. A könnyező pálmát talán 20-szor is visszahúzta az ablak elé, Ám az egy-egy pillanatra betoppanó és szigorú pillantással mérlegelő anyja mindannyiszor úgy találta, hogy mégsem olyan szerencsés az a pasztelles ellenfény, amit a függönyök szűrnek a megdermett növényre, viszont miért a konyhába ért, ismét fontolóra vette a dolgot, és úgy vélte, mégiscsak megkapóban könnyezik a pálma az alkonyi ég előtt. Ezután még néhány fali képet is oda és visszarendeztetett. A botanikai ritkaság a papa kedvence, a sivatagi kaktusz következett, amely évek óta felségesen meredezett az ablak előtt, régi kéit mereztve, kitartóan bámulva a közeli pékség monumentális kéményét. A sírdugáló pálma áttelepítése miatt kiszorult kaktusznak helyet kellett keresni. Sántál felkapta a cserepet, amely nehéz volt, és elzakarta a lába elé nyíló kilátást. Kínosan ügyelt rá, hogy megbotoljon a veszedelmes növényjel, még felfele tart vele az emeletre. Nem is botlott meg. Eltüsszentette magát. Közben heves mozdulattal az arcába rántotta a botanikai különlegességet. Egy millió kecsesen légies tüskel fúrodott a bőrébe. Leült a lépcsőre, kisírta magát, elmondta az ilyen alkalmakor kötelező szitkokat, majd bevonult a fürdőszobába, és elővette szemöldök csipeszét, hogy mi a hamarabb megszabaduljon az égető tüskéktől. Az idő szaladt, a vendég érkezési ideje közelgett. A tüskék igen lassan folytak. Sántál kétségbe esett ötlettel felkapta bátyja villanyborotváját, és végig szántott vele lángoló nyakán. Azután az arca került sorra. A vendég megérkezett, és a megilletődött mama felkísérte őt az emeletre a kislányához. Szóltán pedig ott vert gyökeret a nyitott fürdőszoba ajtóban. Gyönyörű, szikrázó kékségű szeme jócskán kidül lett az elébe táruló látványtól. – Te borotválkozol? Leheteles lesújtva. Csak most, muszáj volt, magyarázkodott Santál. Máskor majd nem fog, ígértem, mama is bőszen. Szultán szerelmesen vállat vont. Felőlem megnövezheti, legfeljebb vándor nyitunk, Santál lesz a műsor mint Didi a szakállas nő. Ha nem ápolnád, a melkasod is elbozontosodna? Santál elmagyarázta a kaktuszt. Szultán hitte is, meg nem is, de inkább elfogadta a magyarázatot, mivel érzelmei az eszét is elvették. Közben betoppant a majd 146 centi magas családfő, és büszkén átnyújtotta lányának legújabb ajándékát. Rendszeresen hazahordott ilyenféle holmikat, tekintve, hogy áruház a reklamációs osztályának vezetőjeként elővételi jogot élvezett, ha vásárlók által visszavitt hibás vagy használhatatlan tárgyak újraértékesítésekor. Ezzel a szokásával alapozta meg a hidet hozzátartozóiban, mi az élettelen dolgok határtalanul, agyafúrtan gonoszak. Új szerzeménye első ránézésre minden gyanú fölött állónak látszott. Közönséges melltartó volt, azzal az apró különbséggel, hogy pántjait a nadrág tartókhoz hasonlatos csíptetők tartották. A cserét követelő tulajdonos szerint azonban a pimas csipeszek csak addig fékezték magukat, amíg fel nem bukkant a közelben egy mit sem sejtő fiatalos férfi ember. Ekkor váratlanul eleresztették, a megkapaszkodásukra szolgáló csipkés kosárkát, és a megkönnyebbülten összeránduló gumi végén kiszökkentek a ruhából. Szégyen szemre, minősítette a reklamáló hölgy egy pap felesége. Sántál megköszönte az ajándékot, és egyelőre eltekintett attól, hogy megismertesse a jövendőbeliét a házban összegyűjtött, hasonlóképpen alattomos holmikkal. Különben is, Szultán épp eleget velük, ha már ott fog lakni. Szép este volt, az ízletes ételféleségek alatt roskadozó asztal mellett meghallgatták a mama régebbi és újabb betegségeinek történetét, kezelésük körülményeit, a különféle specialisták eltérő gyógymódszereit. A papa elárulta, hogy most rában egy találmány foglalkoztatja, látván a szerencsétlen sorsú szomszédasszonyt, aki naphosszat kergeti számtalan gyermekét, de utólérni egyet sem képes, pedig nagyon meg akarja pofozni némeiket. A találmány lelke a gyermekre erősíthető detonátor, mely a kényelmesen ücsörésző anya rádió jelére lépne működésbe. Miután papa képpen forradalmasította az utódnevelést, betoppant érett korú fiacskája Bertin. Sajnos Bertin ezúttal még önmagát is jócskán felülmúlta, és Sántál ekkor bizonyosodott meg arról, hogy Szultán mélyen szereti őt hiszen ha nem szerette volna, úgy eltűnik az életéből a családtagjaival való első, felületes találkozás után, akár a forgószél. Santán felsóhajt, elábrándozik. Bármilyen véget ért, és a szerelmük eltagadhatatlanul ilyen gyönyörű volt. Megszólalt a telefon. Egy megtört lélek kér jó szót, bős tanácsot összes fájdalmára. A történet mindig ugyanaz. Santán ezúttal jobban megrázza a hozzáforduló lélek bánata, mint egyébkor. Mégis igyekszik megőrizni higgat, bizakodást sugárzó hangját. Lassan vezeti el beszélgető társát odáig, hogy maga ismerje fel, a kiszenvedett kapcsolat kezdettől volt gyengéit, hogy felszabadítsa saját iróniáját, és ebből a saffürdőbe mártogassa keserveit. Fél órácskát cseverésznek, és a csalódott hölgy már-már már felnevet a fölötti elképedésében, hogy hát tényleg, miért is akart belehalni a bánatba? Ő szemezett volna gázcsappal, gével. Ő volt ez a szement, aki beledugta a fejét az akváriumba, hogy a bambán rámeredő aranyhalak között vízbe ülje magát. Rájöttem valamire. A férfiakban mindig is csak a hibáikat szerettem. Összegzi meg a lélek, és hozzáfűzi még, ami azt illeti volt, mit szeretni rajtuk. A beszélgetés végeztével Sántál megtörtem felüti a keze ügyébe heverő telefonkönyvet, és találomra kiválaszt egyet, a szolgálatok hívó számai közül muszáj kipanaszkodnia magát valakinek.